Szép számban érkeztek az emberek április 16-án a Garai térre Szekszárdra, hogy szűrővizsgálatokon vegyenek részt. A kezdeményezés hazánk legnagyobb humanitárius népegészségügyi programja, amely 15 éve végzi a lakosság egészségtudatos felmérését. A mai napon Szekszárdra érkezett Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja ezen program keretében, mely 50 féle átfogó vizsgálatot biztosít ingyenes formában a lakosság részére. Ebben az óriási szűrőkamionban mai napon lesznek kardiológiai vizsgálatok, szemészeti vizsgálatok, laborvizsgálatok, teljes testanalízis, tehát az a cél, hogy minden kedves látogató kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül közel fél óra alatt egy átfogó vizsgálati képet kapjon saját egészségi állapotának alakulásáról. A szűrővizsgálatok mellett számos életmódprogrammal is várták a szervezők a megjelenteket. Elérhető volt itt is a gondos óra regisztráció, de ugyanúgy találkozhattak például látványos anatómiai bemutatóval, elsősegélynyújtási ismeretekkel a látogatók, de ki lehet emelni a rendőrségi prevenciós programokat is, mert bemutatta a balesetmegelőzést és a bűnmegelőzési ismereteket mind a fiatalabbaknak és mind az idősebb korcsoport részére. Gyurkovics János Szekszárdal polgármestere kiemelten fontosnak tartja a szűrővizsgálatokat. Mert ha időbe szembenézünk egy problémával, betegséggel, az sokkal olcsóbb annak a kezelése, és sokkal biztonságosabban tud kigyógyulni a páciens. Hát itt, mint az előbb említettem, 50 szűrővizsgálat van, itt a busz vagy a kamion oldalán fel van sorolva. Gyakorlatilag, ha ezeket az ember végigcsinálja, akkor egy átfogó képet kap az egészségi állapotáról, és természetesen, ha itt találnak valamit, akkor biztosan tovább fogják küldeni, és a speciális szakterületen folytatódik tovább a dolog. A résztvevők nagy elégedettségről számoltak be. Normál esetben erre nem lenne időm, meg mire sorra kerülök, addigra, tehát sok idő, mire sorra kerül az ember a kórházban, az STK-ban, úgyhogy itt meg helybe volt minden egy helyen, és gyors volt az egész. Tehát, és mindenre választ kaptam, ami kérdés volt esetleg. A szekszárdi eseményen teltház volt, a résztvevők száma elérte a maximális napi kapacitást. Voltak többen is, akik Szekszárdon nem tudtak sorra kerülni, ezért jelezték, hogy akár távolabbi településekre is hajlandóak lennének elutazni.